Prológus. Felvezető beszélgetések előadásainkhoz, meghívott vendégeinkkel. Katona József könyvtár egy életen át. Köszöntöm a Katona József könyvtár Prológus podcastjének hallgatóit, vendégem Körtvélyesi Zsolt, Jászai Mari díjas, érdemes és kiváló művész, a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház örökös tagja. Üdvözlöm! Köszönöm szépen, üdvözlöm a nézőket! A beköszöntésben igyekeztem minden fontosabb címet felsorolni, és azért ennek a hosszúságából is lehetett érezni, hogy nem jelentéktelen az a pálya, ami ön mögött áll. Mégis ennyi minden után mi az, ami miatt még most is színpadra áll, és most is játszik és alkot? Egyrészt, mert ez az életem, tehát nagyjából ez a válaszom erre, hogy addig élek, ameddig színpadon tudok lenni én szerintem. Úgyhogy ugye még szeretnék még sokáig színpadra állni, vagy filmezni, vagy tévézni. Uh-huh. Azt gondolom, hogy azért mindannyiunknak elhagyta már a száját az a mondat, hogy majd, ha nyugdíjas leszek, akkor ezt és ezt fogom csinálni. Na de hogyha valaki nem megy soha nyugdíjba, mint ahogy ön is még most is aktívan tevékenykedik, akkor mi lesz ezekkel a fogadalmakkal? Önnek van ilyen fogadalma? Volt ilyen fogadalma, egy hatalmas könyvtáram van, kb. 15 ezer könyv a lakásomban, és azt gondoltam, hogy nyugdíjas koromban ezeket végig fogom olvasni, de hát mivel nem megyek nyugdíjba, úgyhogy csak időnként veszek le egy-egy könyvet, úgyhogy ezzel adósban leszek, azt hiszem, életem végéig ezzel a fogadalmammal, hogy végigolvasom a könyvtáramat, csodálatos könyvek. Nagyon szeretek olvasni is, hát, de hát mondjuk csak kevés időm van rá, úgyhogy mert unokázom is, hogy csodálatos unokám van, helyes lányom van, akikkel tudok foglalkozni időnként a szabad időmben, úgyhogy rendben van az életem nagyjából. És ez a könyvgyűjtemény, az olvasásnak ez a szeretete, ezt valahogy át tudja adni az unoka fele, vagy van olyan? Hát a lányomnak egyre nem sikerült igazán, de az unokámnak remélem, hogy változik a világ, ugye én nekem nem volt laptopom, én nem tudom, mi úgy. Most is látom, hogy olvasnak a laptopon, én azt nem szeretem, meg kell mondjam, nekem kell a kezembe legyen ez a papír, a illata van a papírnak, esetleg ódon illata van, jó illata van, és akkor az lapoz szépen, ez egy jó dolog, olvasás. És van a saját könyvtárában olyan példány, amit így szívesen vesz a kezébe bármilyen nap? Akár a tartalma, akár a külleme miatt? Hát egyrészt, mivel nagyon szeretem a verseket, tehát nagyon nagy vers gyűjteményem van, azokat időnként leveszem persze. Hát József Attila, Adi, Petőfi, ezek szinte naponta kezembe kerülnek, úgyhogy ez jó dolog, és ez kényelmes is tulajdonképpen, és hát nagyon jó dolog ezeket elővenni, úgyhogy nagyon fontos dolgokat tud meg az ember a saját magáról, a koráról, az akkori korról, a történelemről, úgyhogy ez egy nagyon izgalmas dolog. Ide a könyvtárba is egy verses estel érkezett, a Valamit mégis kéne tennem című irodalmi estel. Ugye ez során verseket ad elő, és Szabó Sándor tárogatójátékkal kíséri ezt. Igen, igen. Mi adta ennek az esnek az ötletét? Akkor a versek szeretete? Vagy hát egyrészt, meg én valamikor a 60-as években, amikor végeztem a főiskolát, végeztem a egyetemet, akkor két csodálatos előadó est volt az országban, Pesten. Az egyik a Latinovi Zoltánnak volt az Izgágak, Krisztusok, Jézusok, és a másik pedig a Mensáros Lászlónak a 20. századi. És akkor én elhatároztam, hogy én is csinálok egy előadestet, még főiskolás koromban, és aztán összeállítottam egy csomó verset, aztán rájöttem arra, hogy én erre még nem vagyok megérett, mert akkor érdemes ezeket elővenni, amikor már az ember megérik valami, tehát letisztulnak ezek a versek. Úgyhogy én aztán eltettem, vagy 20-25 évre. Úgyhogy aztán talán 25 év múlva elővettem, akkor állandóan cseréltem a verseket benne, új verseket tettem bele, és most nagyjából így összeállt ez az est, ez a Valamit mégis kéne tennem, ez egy Nemes Nagy Ágnes idézet, hogy valamit mégis kéne tennem a világgal, meg hát nagyon, sajnos nagyon aktuális ez a cím. És hát ugye az érdekesség a dolgoknak, hogy van vers, amikor ugye 40-50 éve tudok, és tökéletesen másképp mondom, mint amikor mondtam, amikor az elején. Tehát egészen más felfogásban, más. Ez természetesen, hogy az ember korosodik, idősödik, letisztulnak bizonyos dolgok. Ugye a pályám elején ugye hát nagy lendülettel mondta az ember a verseket, azért annak is megvolt a bája, ugye, de most már inkább a letisztulás felé igyekszem verset mondani. Igen, nekem sok vers mondási stílus volt,
amikor ugye itt a Latinovics Zoltán, akivel én nagyon jó viszonyban voltam. Volt személyes kapcsolat? Személyes, hogyne, persze, persze. Álma hordok magammal, de oda estemre egy közös fotót is, hogy amint együtt vagyunk. Ugye ő, az ő stílusa az a versmondásban, amit én követni szeretnék, vagy követtem. Uh-huh. Tehát, hogy, mert amikor én a főiskolára kerültem, akkor volt egy ilyen nagyon egyszerűen mondani a verset, uh-huh. kopogósan. Nem igaz, attól függ, melyik költő. Ugye a Pilinszki nyilvánvalóan másképp kell mondani, mint a Nemes Nagy Ágnes verset, vagy a Petőfinek valamelyik versét, vagy az Adinak valamelyik átkozódó nagy versét, azokat ugye a Talpra Magyar nem lehet elmondani ilyen. Hát hit kell mögötte, a hit az nagyon fontos. Egy nagy nemzeti érzés, igaziból, tehát az igazi, amit én tisztelek és szeretek, és követem is. Itt a Latinovicsnak éppen hoztam egy ilyen, hogy esetleg valaki kérdezi, hogy hát ilyen szépen megfogalmazni, nagyon-nagyon-nagyon ritka a dolog, amit a Zolia írt a könyvében, a vers, vagy versmondásról, hogy a költőkről ilyen csodálatosan fogalmaz. A vers olyan emberi beszéd, ami dallal is, ősi dallal rokon avval a kimondhatatlannal, ami már-már titkos sámáni mesterség. A vers az ember legtöményebb megnyilvánulása, leganyagtalanabb röpülése, legforróbb vallomása a létről, a legszentebb játék, a kifejezhetetlen körbetáncolása, megidézése, ritka szertartás, míves fohász, valami, ami születésének pillanatában a halhatatlanságra tart igényt. Hát szóval ilyeneket írt. A vers a poéta életű ember érzékeny antennájú, égi fogantatású, mégis emberformájú gyerekember. Olyan talán, mint amilyen mindnyájan voltunk, vagyis legalább szeretnénk lenni. A játszó ember, hívő ember, gyerekember. Szóval ez, aki ugye versmondásra adja a fejét, az nagyon komoly dolog. Azt hiszem, hogy persze lehet iskolásan is mondani, az se baj, majd megtanulnak. Ugye hát én, amikor még gimnazista voltam, sok verset kellett megtanulnunk a gimnáziumban is, és az jó volt. Nyilvánvaló, hogy iskolásan mondtuk, ahogy a kor diktálta, akkor hát azért ez egy nagyon komoly dolog. És volt egy idő, amikor a versmondókat nem tartották színésznek, mert azt mondták, ez nem színészi feladat. Tehát nem, a Zoli vezette be, hogy tulajdonképpen a vers, a színészet is kell alá. Tehát, hogy hát azok is a költőt kell eljátszania abba a korba, meg a saját magamból kell adni, és a költővel együtt egy ilyen egyveleget kell létrehozni, ami hat az emberekre. Ez hat igazán. Úgyhogy, azért aztán komplexebb feladat is tényleg, mint egy szerep, mert benne van az író, benne van az író, benne vagyok én, benne van a kor, az a kor, amikor írták, az én korom, amelyikben játszom, vagy elmondom ezeket, úgyhogy ez nagyon izgalmas dolog, és én nagyon szeretek verset mondani, az igazság. Akkor ez sokat tanultam belőle, sokat, ugye az estem is tulajdonképpen arról szól, hogy az Istennel való kapcsolatomról, többek között ugye milyen viszonyban vele, állandóan vitatkozom vele, ugye a imádság mellett, ugye, hogy miért, hogy, mint, miért éppen. Ez egy állandó dialektusom van a jó Istennel. És ezeknek a költőknek is, akiket mondok, ugye egy része a Csóri vers, vagy akármelyik, állandóan harcban van a jó Istennel. De hát a hívő emberként, ugye. Aztán a másik nagyon fontos dolog, a nemzetben való gondolkozás, ezt én nagyon alapvetőnek gondolom, hogy magyar vagyok, és erre büszke vagyok, és ezt hittel hirdetem, hogy ez egy csodálatos nemzet, csodálatos emberek élik, csodálatos kérdezők vannak. Akik ha tudnak, kérdeznek, de eddig majdnem minden kérdésemet feltevetlenül megválaszolta ön, úgyhogy nagyon örülök ennek. Az elmúlt éveknek azért nagyon sok megrázó és szomorú eseménye volt az ön személyes életében is, amik érthető módon megviselték önt. Hogyan lehet ezekből a gyászból kilábalni? Vagy önnek mi erre a módszere, hogyan birkózik, illetve birkózott? Erre nincs módszer igaziból nincs módszer. Ezek a sérülések, ezek sajnos fontosak az ember életében, sajnos, hogy így mondom, hogy
Ugye, mert a József Attila azt mondja, aki dudás akar lenni, annak pokolra kell menni, hogy megtanulja, hogyan kell a dudát fogni. Tehát pokoljáró. A művészet az pokoljárás. Uh-huh. És ugye az nem úgy néz ki, hogy most elhatározom, hogy lemegyek a pokolba, hanem történnek tragédiák az ember életében, elhagyja a szerelme, bajok történnek vele, betegségek, nem tudom, és ezek mind beépülnek később az ember tudatába, élményébe. És akkor, ha bejössz a színházba, és nézed az előadást, és csak azt mondod, hogy hú, ez a érdekes, ez a Pali fordoz valamit. Tehát ez a lényege. Tehát én, ma már a színészet engem nem izgat olyan nagyon. Uh-huh. Tehát a színjátszás. Az izgat, hogy bejön egy ember, az hiteles vagy nem hiteles. Tehát ez a lényege ennek a dolognak, hogy hordoz valamit. Ugye a Füst Milán azt mondja, hogy az is egy rohadék mondat, sérülte ki a művészet. Ugye, mert a dolgunk az, hogy megéljük az életet, megéljük a szerelmet, megéljük a barátságot, megéljük a gyerekeinknek a mosolyát, meg nem tudom mi, de igaziból, ha nem tudod, akkor hisz egy, mint a József Attila, aki nem tudta megélni a szerelmet, ugye soha, igaziból, megéri a világirodalom legszebb szerelmes versét, az Ódát, ugye? De ha ő élni tudott volna a szerelemmel, akkor nyilván nem írta volna meg. Ez biztos. És mi volt az a szerep, vagy akkor inkább azt mondom, hogy kihívás, a művészi kihívás, ami az eddigi hosszú pályán a legizgalmasabb volt ennek? Hát tulajdonképpen furcsa dolog, mert én most már olyan 300 szerep körül tartok szerintem életemben, körülbelül. Ugye, és ebből hatalmas nagy főszerepek voltak követő. Mindig a legújabb a kihívás, de ha őszinte akarok lenni, akkor tulajdonképpen végiggondol az ember a pályája folyamán, hogy milyen szerepek voltak azok, mik azok, amik igazán olyan volt, amikor az ember találkozik a jó Istennel, szoktuk mondani, uh-huh. hogy angyal szárt le. Úgyhogy ez kevés volt igaziból. Azt mondom, 300-ból lehet, hogy csak 5 volt. Az, amiért azt mondom, hogy hú, ez most minden összejött. Tehát ugye a rendezés, az író, a darabválasztás, a szereplők, a kollégák, különböző szinten gondolja az ember, de arra az nagyon olyanra, amire azt mondom, hogy non plus ultra, olyan valószínűleg körülbelül ennyi lehetett. Körülbelül. Ez azért egy elég jó szám tekintve, hogy van, akinek hát ennyi. Hát igen, még az egy is jó lenne. Így van. Úgyhogy, de igen, a legizgalmasabb talán a nagy, legnagyobb kihívás az Őrült Naplója volt, amikor megcsináltam az Őrült Naplóját. Ugye Magyarországon egy híres előadása volt, a Darvas Ivánnak volt egy ilyen előadása, az Őrült Naplója. Ugye egy francia szerző, színész írta először meg ezt a darabot, ugye a Kogogol anyagból, és ő megcsinálta ezt az előadást, és ez a francia színész úgy hirdette, hogy most gyere, most nézd meg, mert kint vagyok. Tehát ő kibejárta az Őrültek házából tulajdonképpen, igen. És ezért volt borzasztó hatásos. Fiatal koromban láttam ezt az előadást a Darvassal, és nagyon tetszett. Híresen jó előadás volt, és egy ilyen híresen jó előadás után elővenni egy darabot, mert én vettem Magyarországon elő másodszor. Uh-huh. Azóta már több rútnapolja volt, és hát ugye akkor féltettek, hogy mi volt, mert nyilvánvalóan másként. Ugye én láttam a videót, megnéztem még egyszer, és akkor már nem tetszett annyira. Uh-huh. Tulajdonképpen, mert mondom, színjáték volt benne, legfőképpen. Uh-huh. Tehát eljátszott, hogy milyen egy őrült. Én meg azt, engem meg az izgat, hogy én milyen vagyok, mint őrült. Ugye ez sokkal jobban izgatott. A kisembernek a sorsa izgatott benne. Uh-huh. A kiszolgáltatott embernek a sorsa uh-huh. izgatott benne igazán. És hát nagyon kemény munkával, talán ugye a Nemzeti Színházban mutattam be ezt, olyan 25 éve körülbelül, és akkor játszottam ott 70-80-szor, a refektóriumban játszottam, uh-huh. fenn a Várszínházban, és aztán fogtam magam, és egyszer csak az egészet eldobtam, mert én ugyanúgy, ahogy az Iván, még ugye naplót írtam, tehát effektíve volt egy toll, és írtam a naplót, és akkor egy szemüvegem volt, meg nem tudom mi, és akkor ágyam volt, meg nem tudom mi. Írta, hogy ma 1834. október 3-án csodálatos kalandban volt részem. És akkor én ezt eldobtam az egészet, és üres színpadra vittem fel. Tehát minden dísznek, minden nélkül, és azt találtam ki, hogy a nézőknek mondom el.
Tehát amit naplóba írtam volna, az, hogy ma ez történt velem, képzeljék el, és akkor eljátszottam a szituációt, ezeket. Úgyhogy ez volt a legnagyobb, talán a legnagyobb kihívás, meg talán azt hiszem, hogy talán amit én úgy gondolok, hogy amiben teljesítottam várni, és önmagamat tudtam, ami ez volt, ez a szemek volt. Ez. Paul, miben láthatjuk legközelebb ön színpadon, vagy képernyőn, mert azért még mindig, hála Istennek, elég aktívan él. Igen, most nagyon keveset, nagyon régóta nem filmeztem, már bizonyos okok miatt nem is tudom pontosan miért, ebben sok minden benne van. Most játszottam, a Szikor Ajancsi rendezte a Hadikról szóló filmet, ebben volt egy szerepem, a Tordi Gézával voltunk két ilyen idősebb öreg tábornok, és azt játszottuk el, az volt bennem. Aztán részt vettem most szintén Székesfehérváron a koronázási szertartás játékon, azt is nagyon élveztem, azt is a Szikora János rendezte. Abban egy nagyon érdekes kis szerepet játszottam, és nagyon jó volt. Itt a színházban pedig hát ugye most nagyon nehéz időszak jár a színházra, és azt mi is érezzük már, meg is igazgató el is mondta, hogy bizony itten spórolás, meg darabokat levettünk. Először 5 darabot akartak levenni, ami ki volt már írva, hogy most már maradt 3. Most abból a 3-ban 2-ben voltam benne. Uh-huh. Úgyhogy aztán egybe visszakerültem, úgyhogy most idén azt hiszem talán 2 szerepet fogok játszani. A Macbethben játszom egy nagyon jó kis karakter szerepet, és azt hiszem, hogy egy nagyon kedves kis gyerekdarab, gyerekelőadás lesz. És hát jövőben szívesen beszélek arról, hogy egyre nehezebb verseket mondani ifjúságnak, ugye, mert nem nagyon érdekli őket igazán sokszor. Kortárs versek sem? Hogyha... Nem tudom, de a versek nem olyan nagyok. Szóval nagyon nehéz versenyezni egy olyan helyzetben, ahol az egyik oldalon van a Majka, és másikon a József Attila. Szóval... Ez igaz. Ez ennyi. Olyan értékvesztő társadalomban élünk, ami hihetetlen. Nem is értem, hogy lehet. Belenézek a televízióba, és ontják rám a izét. És ezek a gyerekek, ezeket... Én nézhetem, mert rám nem hat. Uh-huh. Legfeljebb jókat röhögök rajtuk, vagy nem tudom mit. Meg jópofáskodnak, meg nem tudom mit. Borzasztó. Szóval ez kikérem magamnak. Hát nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, remélem, hogy akkor látjuk még színpadon elég sokat, és nagyon sok sikert a mostani előadáshoz itt a könyvtárban. Ja, köszönöm szépen.